Szilvia Maupe, gyere csak fel csajék! Jaj! Itt a bohóc a kajakban! Bohóc! Megnyíva, csajva! Csajé! Ha csaj, aki ezt ennyit lefogy emberi, dikma! Ebben a nadrágban te még én beleférnék, csajé! Eredjé ma, dikma! Jaj, gyerekek, régen milyen csúnya ízlésem volt! Csajé, hol vannak a nyári ruhák? Azok, amik a top modern ruhák. Szilvi, 16 éve a Gáspár család házvezetőnője, illetve a család őszinte megmondó embere. Minden magad a kapósod, meg ki rohadják meg odadom. Jó, én csinálok belőle bohócot. Dobd el, minek? Ezért tudod, hogy szeretnék fellépésekkor? Körülbelül 10 évvel az így, hogy drága jó Isten, ezért milyen nagy malac voltam. Én összesen 64,5 kilót fogytam. 24 és 25. hónapban vagyunk már. Az, hogy büszke vagyok magamra, az kevés. Na, itt vannak ezek a hülye ruhákat, tényleg. Aszta! Ezt most nem mondod komolyan, hogy ide raktad a ruháimot, te! Szerintem ne rakjam neked! Azt ezt bejátudta! Itthon volt bejárt, ezt te raktad ide, és te vagy a legnagyobb bűnös, mert a konyhaszekrénybe pakoltad be alulra, ahol tanyíroknak kéne lenni. Ebben is milyen csinos voltam, te! Sikítoztak utána! Már akkor sikítoztak a gyerek utána! Ez jó! Ezt nem adom, rohadjék, meg nem adom! Ez van, te! Ezt nem adom! Kinomolsz mindent utána, nem adom oda semmit! Jó, de jó nézek ki benne, Dék! Azt én rendesen kiadja a vállamot, dicsa! Dicsa, ez is mi van itt? Ezt viheted, ezt utalom, ezt ott kitől kaptam, ezt ki nem alhat, ezt viheted. Tessék, ezt vigyel, utalom, aki osztrek a ajándékban. A izének, Lolo Brigidának, ami van takarítónél, az nem rakja magát úgy, mint te. Ide beraknie, hát akkor legalább írd ki papírra, vagy egy mit kis cetkire. Mit írd neked papírra? Na akkor szedd ki, ott csinálom meg magadnak, engem meg felejtjél. El is felejtélek. Beata! Gyere csak, csajé! Digmon itt találta. Elviszem Csikosvári, hó? Bea, Győzi felesége, aki már 20 éve töretlenül kitart férje mellett, jóban, rosszban. Megpróbálom a nadrágját. 100 mérettel, nagyobban. 100 mérettel, rosszbi, lefogtam, nem úgy, mint a nyom. Hát, hogy a Győző attól fogyott volna le, hogy csak fogyózott, hát nem. Hát abban volt plasztikai sebészet. Háromszor is, vagy négyszer, nem is tudom pontosan. És egyébként, hát ugye, hogy edz. Na, erről inkább nem beszélek. Virág, 11 éves, Győzi és Bea kisebbik lánya, akit egészen kicsiként ismert meg az ország. Szerinted ebből kijönne még Beának egy kis kosztüm, egy kis nem jön ki. Biztos, hogy nem jön ki. Szándékomban hízni még vagy 20-30 kilót, és akkor biztos nem jön ki. Olyan volt, mint egy kétajtós szekrény, alig fért be az ajtón. Mégsem mondtam, hogy fogyjon le. Ennyi. Most, hogyha én olyan leszek, mint egy kétajtós szekrény, akkor ő se könyörögjön azért, hogy fogyjak le, mert direkt azért se. Na gyere be, mutatok valamit. Na gyere. Békén vagy? Nem vagyok békén, villam nézze. Itt van egy Szilvi, gyere ma ide. Nézd ma meg, 2005. Most mi írunk 2013. Magunk között 8 év. 8 év alatt hogy lehet így elhízni? Bea, de jól nézel ki. Menj már vissza, légy szíves. Figyelj, lefogsz, levetkezel megint az újság. Mi? 40 évesen ki volt címlapon? Maradásokban egy mama lesz majd. Most? Azt leszem megörökíteni. A Bea egy top modell volt. A Bea most elhízott. Nem baj, én így szeretem őt, de nem akarom neki ezt megmondani, hogy csajkám, jó nézel ki, mert akkor még azt mondja, hogy nem. Így kell egy nőt félrevezetni. Haló, haló, Gáspár, Győzi vagyok. Szia, Peti. Na, olyan ügyben kerestek, tudom, hogy 2005-ben dolgoztuk utoljára. Figyelj, de be azt, hogy egy kicsit koros lett. Azt jelenti, hogy hát most már megöregettél, mi bajom van, kicsit betöltött a 39. életévét. Még nem. Ja, még nem, jövő héten tölti be. Pantül Petit azért hívtam fel, hogy Beának legyen egy kis önbizalom, hogy le kell fogyni, mert a Peti bevallal, benne leszel az újságban, és újra ott lesz a Beasszony, és újra tudnak az emberek miről csamcsogni, és újra azt fogják mondani, hogy igenis, most a Beasszony már megint levetkőzött. De akkor Beasszony nem 30 éves volt, 30, hanem most 40. Azért egy 40 éves nő még, azért egy igazi érett nő, mint nálatok, az egy címlapon nem volt. Volt már nálatok? Úgy, de Zalatna jól éves volt, 60. Hát igen. Én azt tudom, Petike, hogy nemzetközileg el vagytok ismerve, de azért ilyen... Most hát a Bea, mióta nem találkoztatok, egy olyan 15, mennyit szedtél fel be a körülbelül? 50-et. Na, hogy szedtél fel 50-et? Mennyit szedtél fel? Na most figyelj már, Peti, azt mondd már meg, hogy megvan már a szeptember vagy az októberi címlapotok? Hát, nagyon előre dolgozunk, hogy na, akkor meg tudunk egyezni, akkor jövő héten mikor találkozzunk?
Mikor találkozzunk? Másik időpontban, amikor jön itt elején, és akkor leegyeztetjük. Emlékezzél vissza 5 évvel ezelőtt mi volt, meg 2005 bárkosakat levet közül belemagyaráztam. Az a lényeg, hogy... Vaj, mesztelenes, én mesztelen nem fotózkodok. Hülye vagy? 1, 2, ilyen túlsúlyjal semmilyen Photoshop nem szedi le. Nincs az a Photoshop. Peti, van jó Photoshop, Photoshop? Azt még nem találtak fel. Van egy jó Photoshop-osotok, nem le tudja szedni, nem? Olyan. Már sem bírom nagyon elképzelni magamat, hogy ismét címlap, pol legyek, csak egy sima újság, még ruhába sem, nem még így mesztelen. Hát az már ma sokkolóan sok lenne. Megbeszéltük, Petikém, köszönöm! Szia, szia, hello! Le fogsz vetkőzni, lesz egy inspiráló dolog, fodni kéne! Ne nevessi! Én azt, ugyanazt a beasztot akarom visszamarazsolni! Azért se! Fogadjuk, ja, azért fanyag. Is! Fogadjuk, hogy még 10 kilót fölszedek! Na! Hát akkor meg bemegy a Duci magazinba! Ennyi! Ha van Duci magazin is, nem? Jézusom! Nézd ma a kilárom fotója! Ó! Uram Isten! Pincsel összteszi, mi tudod ki ez? Kohado! A Rákla, aki Gigivel énekelt a Megasztarba, a Florida! Mi a Florida? Ez anyukam, a lányom, én dicsak, hogy ölelgeti a lányomot, dicsak. Dick, ma, mintha boronok a testvérek lennek, vagy is nem. Az ilyen kiválott ruhába kellett neki elmenni. Mi a testvérek? Ha ne harap, majd bebudja a lányom még a fejét is, nem? Én kellett neki menni, nézzem ma, mit csinált még. Evelyn elment Miami-ba. Egy olyan iskolába ment, ahol Magyarországról felvesznek, azaz 5 embert. Ebből az 5-ből az én lányom az egyik. Roma származású kislány kint tanul, diplomata képzőbe, és hogyha Jóisten belünk lesz, azaz 4 év múlva a kislányomot úgy szólítják, hogy Gáspár Evelyn nagykövet és konzulasszony. Halló, Evelyn! Ja, nem vette fel, hogy felvette. Egyáltalán nem vicces virág, hogy ölök szájtam a most. Ez volt? Nem vicces. Hogyha Evelyn nem elérhető, mert pont suliba van, vagy Evelyn pont lent van a parton, és pont bent van a vízbe, mert mit tudom én, nem viszi a vízbe a telefon, hát akkor már neki minden baja van. Hát akkor már az a gyerek el van veszve. Hiányzik az a lány nekem, a komolyan mondom, egy valaki, aki velem van, Evelyn. Hogy én valami van még neki, légy szíves, azt, hogy gyere s***ra. Írja annak, hogy apa, vart téged Győző nyilvánvalóan kimutatja azt, hogy Evelyn sokkal jobban szereti, mint a virágot, és a virág ezt érzi. Itt van Evelyn, itt van Evelyn! Halló! Halló! Szia Evelyn, apa vagyok! Itt vagyok, apa vagyok! Hallasz? Igen. Na, akkor arról mesélj nekem, légy szíves, hogy mi a helyzet. Tegnap megbeszéltünk valamit, úgy érzem is, és egy kicsit elcsúsztunk a megbeszéltektől. Mitől? Hát attól, Evelyn, hogy mondtam, hogy mennyit szabad költeni, az tegnap elé megint oda nyújtál neki rendesen. Mi, csak lehettem, mert nem tudom készpítani a taxi, meg ilyeneket. Jaj, bocs, én azt hittem, hogy shoppingoltam valamit, akkor úgy nem veszekedek. Úgy nem veszekedek. Jó van. Tegnap találkoztál Beyoncé-val? Nem, nem, az hazamegy, hogy tudom, hogy hol van. Hát ő meddig maradt ott? Tegnap. Hát akkor nem tudom, hát én nem vagyok vele kapcsolatban. Ott fellépett, a szerzett, annak tart. Bulizni múlta az éjszaka? Na, mire buli körül, ha megyünk, lemerültünk, Istenem. Anyám, kell neked? Nem. Nekem se. Na, akkor megeszél. Ne adjatok ide mindent. Anya? Nem hiszem el, komolyan mondom, nem hiszem el, hogy nem tud felhívni. Anya részét, megeszem a anya részét. Földelő az is. Jó, de tudsz. Hoztam pajsz, vagy mi az, Bea? Pajsz! Holnap Győző részt vesz egy időutazáson, ami az ókori hősök korába repíti vissza. Nem az ilyen 20 fillér idáig, nem hasonlítok Beckhamre, akkor itt levadászom.